srácok, ez itt a heti animék One Piece-es verziója, immáron a speciál kiadással, amely egyébként a 807, illetve a 808. epizódot dolgozta fel. Ha úgy nézzük, akkor tehát csak névlegesen találkozhattunk speciállal, mivel egy valódi speciál úgy néz ki, mint a korábban bemutatott észes kiadás mozifilmi játékidővel. Viszont ez nem jelenti azt, hogy félrevezettek volna bennünket, fogalmazzunk úgy inkább, hogy hát nem volt minden fenékig tejfel, ám a készítők beváltották a minőséghez fűzött reményeinket. Kaptunk egy új openinget is, aminek a dallama szerintem teli találat lett. Különösen azonban a klip nyerte el a tetszésemet. Lehet, hogy idővel majd változni fog, ha majd túljutottunk a Sanji vs. Luffy konfliktuson, de azt se bánnám, ha így hagyták volna, amivel nagyon sokat tesz a hangulathoz. Láthattuk, hogy előre haladottabb képkockák is szerepelnek az openingben, ami sajnos egyúttal azt is jelenti, hogy jó ideig nem lesz új opening. Ami a cselekményt illeti, ott tartunk, hogy Luffy kifeküdt a nagy harc után, és Namival az erdő urának a fején közelítenek Sanji útvonalához. A korábban említett WC-s tréfám nem igazán valósulhat meg már, mivel Luffy fokozatosan visszafogyott, mintha a felhasznált energiát fizette volna így meg. Amivel én egy kis hasonlóságot véltem felfedezni Choji-val. Ő is szintén lefogy, miután elemészti az energiáját, ráadásul az adott pillanatban mindketten kövérek. Az első dolog, ami engem kiugrasztott attól, hogy nem egy sima epizódot nézek, az Nami azon jelenete volt, mikor egy üvegdarabon át beszélgetett a tükörvilágban lévő Chopperékkel. Az is bejött, ahogy a navigátorunk fogta az üvegdarabot, de még inkább az ott felbukkanó képkockák varázsoltak el engemet. Kellően mozogtak, és valahogy úgy tűntek el, mintha egy mobil képernyőjében néztem volna egy videót. Chopperék azóta is menekülnek, Brulé pedig ezt megunva drasztikus lépést fontolnak. A világába hozatja odakintről a nyúlurat és egy másik illető, majd arra parancsolja őket, hogy keressék meg a bujdosókat. Innentől kezdve új történés csak a vége felé fogunk majd kapni, ez viszont nem jelenti azt, hogy a készítők lopták volna a nap. A hangulat kedvéért ismét megmutatták nekünk azokat a jeleneteket, melyek meghatározták Sanji életét. Számomra pedig nagyon jó volt ezeket látni, még azokat is, amik egyébként nemrég történtek meg. Azok a visszaemlékezések viszont, amik a legendás One Piece korszakhoz tartoznak, azokat valódi főnyeremény volt újra feldolgozva látni. Még 4.3-as kép megjelenítéssel volt a képernyőre tűzve, mert hát nem mai csirke ez a történeti, ám az alapfeláráson nem esett változtatás. Teljesen újra van rajzolva, de hűen végigkövették a jeleneteket, amik akkoriban a legjobb animációnak számítottak. Egyedül abban láttam negatívumot, amikor Zeff és Sanji éhezését visszafogottra csinálták, az összes többi jelenet viszont jóra sikeredett, különösképpen a harc. Itt még mertek a vérhez nyúlni, és brutális is volt a maga módján, mert a végső támadás, amivel Luffy legyőzte az ellenfelét, a nyakra volt célozva. Ha nincs is bizonyítva, hogy életben maradt-e azóta az illető, az biztos, hogy ez a támadás bizony gyilkos mozdulat volt. A régi részek bevágása tehát csak emelte a speciálnak a fénypontját, ám ugyanez már nem mondható el a nemrég bemutatott visszaemlékezésekre. Én el tudtam őket nézni, de a jelenlétük sokaknak időhúzásnak fogható fel, mivel nélkülük megritkul a játékidő, amit így is kitöltöttek a plakátos bevágásokkal. Többször is leadták őket, amit eddig csészekként csak egyszer szoktak csinálni. Zavarónak éreztem azt is, hogy a speciál nem haladt szépen a maga módján, ide-oda ugrálgatott az időben, ami egy regényben működik, itt azonban nagyon nem jól jött ki a lépés. A legnagyobb látványosságot egyértelműen a speciál fináléja hozta el, már akkor, mikor Luffy odarohant a Hintóhoz. Majd felkapaszkodott rá, és amilyen nagy örömmel tette ezt meg, a barátja ugyanolyan nagy elánnal rúgta őt le a Ez a rúgás aztán bővelkedett jóval, mert nem elég, hogy részletekbe bonyolódtak a Hintó darabkái, még azt is megnézhettük, hogyan súrlódik valaki a földön. Sanji ezután nyílt fenyegetést tesz, hogy ha a barátjai nem húzzák el idejében a csíkot, akkor nem gondoskodik a következményekről, viszont Luffyt ismerve tudjuk, hogy amúgy se akar elmenni, tehát nem hagyja cserbe a barátját, még ebben a nehéz helyzetben se. Ezért egy egyoldalú küzdelem alakul ki köztük. Luffy nem szándékozik visszaütni, arra hivatkozva, hogy nem üti meg a barátját. Ami tényleg szép és gyönyörű tőle, csak egy a baj ezzel. Luffy egyszer már erre képes volt. Szegény Usoppu tud erről mesélni, akit Luffy annyira elvert, hogy utána Usoppu moccanni sem bírt.
Sanji komolyra veszi a figurák, megjelenik a Diablo Jumble, olyan tűzzel, ami elképesztő minőséggel bír, majd olyat benyom vele Luffynak, hogy attól még a foga is kitörik. A vér jelenléte innentől meghatározta a komolyságot, annyi folyt el belőle, a reakciók pedig annyira emberire sikerettek, hogy ezek tökéletesek voltak. A folyékony rajz állandó szereplője volt a speciál utolsó szakaszának, és a készítők kihozták a legjobbat. A kamerakezelés tényleg mozifilmes szinten mozgott, és külön tetszett az, amikor nagyon közel voltunk a szereplőkhöz, és olyan volt, mintha egy operatőr liegett volna a nyakukba. Sanji eszméletlen látványosságot okozott, ahogy rugdost a szegény Luffyt, a láng kiválóan érintkezett az arcával. És az is átjött, hogy Luffy bármennyit is kapjon a barátjától, ő tényleg nem akar visszaütni. Sanji ütemes rúgásai nekem a Tekken játékokat idézte, ami óriási pozitívum, és még az is belefért, hogy ismételt rúgásokat láthattunk, mert ez nem igazán tudott rontani a hangulatot. Aztán Sanji még messzebb megy, előveszi a leghevesebb lángját és felkaptat a levegőbe. Nem elég, hogy a megjelenítés kitűnő volt, de maga Sanji szédítően kemény volt. A bepördülése, amivel egyfajta tűzkereket csinált és úgy csapott le Luffyra, nem pusztán nagyon kemény technika lett, de egyúttal a legeslegnagyobb látványosságot hozta el a speciálba. Amint Luffy ezt elszenvedi, már nem tud felkelni, és ami külön kiemelendő, az a vér mennyisége, valamint Nami játéka. Kiváló volt az aggodalma, és az is, ahogy utána Sanji után ment, hogy jól megadja neki a miát. Pofon vágta szegény gyereket, már csak azt hiányzott szerintem, hogy leköpje az árulót, ám így is lélegzett a jelenet. Sanji ezután visszatér a családjához, és ha próbálja is tagadni, nagyon látszik rajta, hogy örlődik. Ha belegondolunk, Brock is ő az egyetlen a csapatban, aki sose gondolt Luffyra negatívan. Nami az elején simán elárulta volna Luffy, Zoro csak szövetséget kötött vele először. Robinát is verte, Frankyvel szintén volt akciója, Chopper fért tőle a találkozásukkor, és hát Usoppu se fogadta tárt karokkal. Sanji a kezeit is levágta volna Luffyért, és még a társaikkal is szembeszállt volna, ha ezt Luffy kéri tőle. Most pedig kis hián megölte a kapitányát, ezért ha úgy nézzük, ő meg kell változtatnunk, hogy ki is itt az áldozat valójában. Sajnos nem Luffy. Luffy ezt követően talpra áll, és megfogadja, hogy addig nem tágít innét, amíg vissza nem tér hozzájuk a barátjuk. Nem eszik, ami hát nagy szó tőle. Utána beadták az Edding 1-es számot, levetítve a régi részek jeleneteit, és megint azt kell mondjam, hogy sokkal jobb volt akkoriban a One Piece. Rettentően élveztem az utolsó képkockákat a speciálnak, és ez a dalos összeállítás tényleg méltó befejezése volt. A következő részben Big Mom emberei le akarnak csapni a megfáradt hősünkre, de ő nem adja olcsón magát. Bizonyára Namira is feladat hárul, de ennél is többet fog majd dolgozni Luffy. Védekezésre, esőre és kitartásra lehet számítani, ki ne hagyjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti animék One Piece-es verziója, benne a speciál kiadással. Ha tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot rá, lájkold be a Facebook oldalunkat, kommentelj, és amíg nem tetted meg, iratkozz fel az új Mosi Mosi csatornára. Találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is, hellóztok!